Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon egy nagyon érdekes témát fogunk érinteni, az a neve, hogy van-e a magyar városoknak zsidó neve? Hát, ha én nem lennék rabbi, én azt mondom, mit jön a zsidó neve? A Budapestnek a neve az nem Budapest, hanem Mojse, vagy Slomo, vagy Rivka, vagy Sára. Mit jelent az, hogy egy városnak lenne zsidó neve? És hol lenne ez aktuális, hogy zsidó neve lenne a városnak? Ezekre a kérdésekre szeretnék válaszolni a mai előadással, egy picit érinteni a témát. Szóval, én először arra a kérdésre, hogy hol lenne a városnak zsidó neve, azt jelenti, milyen szempontból. Most milyen szempontból nem, erre az a válasz, hogy annak nincs előírása, hogy a zsidóknak a mindennapi életben hogyan kötelező nekik a várost nevezni. Teljesen mindegy, ugyanúgy, hogy nincs is előírás, hogy hogyan kell becézni az embert, vagy ilyesmi. Ennek nincs előírása. De, ha van egy hivatalos dokumentum, akkor abban be kell írni a városnak a nevet. Akkor hivatalos egy dokumentum, van benne dátum, ha tudjuk, melyik év, melyik nap, melyik az év, melyik napján, és helyileg hol. És természetesen, kit érint ez a dokumentum, akkor a nevet is kell benne. De hagyjuk most az ember nevet, maradjunk a városnak. Milyen hivatalos dokumentumról beszélhetünk, ahol van halakikus előírása, hogy kell, hogy szerepeljen a városnak a neve? Erre az a válasz, két dolog van. Van a házasságlevél, a ketuba, hogy amíg az ember házasodik, akkor írásban elkötelezi magát különböző, minek nevezünk ezt, jogokhoz, juttatásokhoz, amit átad a feleségének. Ellátás, amivel el kell látnia őt a házasságon belül. Nehogy Isten, vége van a házasságnak halállal, vagy válással, akkor megint van előírás, megint mit fog adni neki a férj a feleségnek. Egyébként a feleségnek vannak jogai, nincs benne a férjnek a jogai, kötelezettségek. Ez mind benne van a kötubában. Nélküle nem lehet házasság, az embernek nincs kötubája. Ezért, ha valaki már zsidó esküvőn részt vett, akkor három részből áll. Először van az eljegyzési rész, ugye nulladik óra, amikor a rabbi beszél, áldást mond a fiatal pára, elmagyaráz, ez a nulladik rész. Maga a szertartás három részből áll. Először van az eljegyzési rész, ami áldás plusz a gyűrűnek az átadása, utána van a házasság levélnek a felolvasása és megint átadása a mennyasszonynak, utána van a hüppe, az esküvői rész, az pedig hét áldás maga az esküvőre. Ebből áll az esküvőnek a szertartása. És mi beszélünk most a második rész, hogy előre kell elkészíteni egy olyan papírt, ahol a férj vállalt mindenféle jogokat, ami jár a feleségének, kötelezettségek, ami jár a feleségének, ezt írásban, de nem csak írás, hanem mit tudom, valamilyen szimbolikus birtokba véte kell, hogy legyen, stb. Abban nem megyünk bele most, mert nem házasságról beszélünk most, hanem a névről. Ebben a házasság levélben kell, hogy szerepeljen,
hogy a mai napon hol. Mai napon 5783. év a világ teremtéshez, ahogy itt állunk ebben is, ebben a településen, ezen is ebben a városban, név szerint. Ez az egyik dolog, ahol meg kell írni a nevet, és a hivatalos neve a városnak, és a másik pedig, ha nehogy Isten, a vállásról van szó, akkor megint azt be kell írni. És itt felmerül a kérdés, mi a hivatalos neve a városnak? És erre azt mondjuk, hogy hivatalos zsidó neve a városnak. Ami azt jelenti, hogy a zsidók nevezik a várost, az a városnak a neve. A különbség a házasságlevél és a vállólevél között, hogy a házasságlevélben csak a zsidó neve a városnak szerepel, a vállólevélben a zsidó neve a városnak, plusz a nem zsidó neve is a városnak. Miért? Mert az ember, mondjuk a vállólevélben a két fél, a fér, a férnek és a feleségnek a neve, szintén nem csak azt írjuk bele, hogy mi az ő zsidó neve, mi az ő hivatalos zsidó neve, legyen ez Mojsebben Yitzchak, és a felesége pedig Eszter Bat Jákov. Az természetesen az kell, de még be kell írni a polgári nevek is, sőt, nem csak a hivatalos polgári nevek, hanem a becenevek is. Miért? Mert így biztosan rá tudunk ismerni az illetőre. Benne van a Héber neve és apja neve, benne van a polgári neve, benne van a becezése, apja neve, Héber neve, polgári neve, becezése, feleségek szintén, ő neve, apja neve, Héber neve, polgári neve, akkor tudunk azonosítani. Hasonlóképpen van ez a város nevével is, hogy nem csak a hivatalos zsidó nevet be kell írni, hanem még be kell írni a hivatalos polgári neve is. Ha több neve van a városnak, akkor több nevet be kell írni. Most mit jelent az, hogy a városnak van hivatalos zsidó neve? Ki adja a nevet a városnak? Ki adja a nevet az embernek, azt nagyon jól tudunk. A fiú megkapja a nevét a körömetélés szertartása után, a lány kapja a nevét még akár előtte, akár azon a napon, amikor megszületett, mert amikor tóraolvasás van, a tóránál kihirdették a nevét egy áldás keretében. Ez egyértelmű, az embernek van szertartás, amikor megkapja a nevét. A kérdés, hogy mi a hivatalos neve a városnak, hogyan kapja az ember meg a neve, nem az ember, a város a neve. Erre az a válasz természetesen, a halacha nem keres magának fejfájást, azt jelenti, a halacha nem foglalkozik, hogy üljünk össze, és döntsünk el, hogy Kecskemétnek mi legyen a neve, szó sincs erről, de amikor írni kell egy nevet, akkor erre azt mondjuk, hogy ha többféleképpen nevezik a városnak a várost, akkor állás kell foglalni, mi a hivatalos neve, és nem a városháza dönti el. Például, egy jó példa erre az Pozsony. Pozsonynak a neve, a hivatalos neve szlovákul az Bratislava. A magyar neve az Pozsony. A német neve az Pressburg. Ebből a három névből melyik a hivatalos zsidó neve? Erre az a válasz, mit jelent a hivatalos zsidó neve? A hivatalos zsidó neve azt jelenti, melyik az a név, amikor zsidók hivatkoznak erre a válaszra. Valaki azt mondja, jó napot kívánok, te hol laksz?
erre azt nézünk, hogy a legtöbb zsidó mit válaszol. Azt mondja, ich lebe in Pressburg, élek Pressburgban, vagy ich lebe in Bratislava, élek Bratislavában, vagy ich lebe in Pozsony. Most, a második világháborúig biztos, hogy a zsidók azt mondtak, ich lebe in Pressburg. És ez a hivatalos neve a városnak, az Pressburg, ami a valójában az, a német neve a városnak. De nem lehet csak Pressburgot írni, hanem kell Pressburgot is írni, mert ez rosszul mondtam. Egy házasság levélben csak azt írom, hogy Pressburg, legalább a második világháborúig, egy vállólevélben nem lehet csak Pressburgot írni, be kell írni a polgári neve is. Itt is van, nekem van egy listám, sok oldalon keresztül összegyűjtettem a neveket a magyar városok, beszélek most Nagy Magyarországról, és erre kiderült egy gettben, egy vállólevben, legalább a második világháborúig, mit írtak? Azt írtak, hogy ebben is ebben a városban, aminek az a neve, hogy Pressburg, amit Pozsonynak is nevezik. Bratislavát egyáltalán nem írtak, azért nem írtak, mert abban az időben az csak magyar név és korábban német névről volt szó. Ma már biztos, hogy problémás lenne, ha nem írnánk oda még Bratislavát, és azt mondom, egy kicsit kérdéses lehet, hogy Pressburgot még írjuk, vagy nem. A kérdés, hogy a zsidók használják még a Pressburgot, vagy ha teljesen senki nem használja, akkor biztos, hogy ki kell cserélni, de azt hiszem, hogy nem lehet mondani, hogy senki nem használja, sokan még ismerik, és egy városnak a nevet igyekszünk nem változtatni vállólevélben. Miért nem változtattunk? Nehogy azt mondja, valaki nézi a városnak a neve ma, azt mondja, hoppa, az a gett, ami múlt héten írtak, azt a vállalat, múlt héten írtak más névvel, az nem kóser. Ezért igyekszünk nem változtatni neveket. Szóval Pressburg az Pressburg, amint Pozsonynak is neveznek. És ma már Pressburg, Pozsony és Bratislava, vagy fordítva Pressburg, Bratislava és Pozsony. Érdekes, hogy a Chatam Sofer, a pozsonyi rabbi, aki 1840 vagy 1839-ben hunyt el, azt mondja Pressburg, amit Pozsonynak neveznek. Azt mondja, nem P-vel, nem Péterrel Pozsony, hanem Berta, vagy Pozsonynak hívnak. Nem tudom pontosan, honnan jött ez a Pozsony. Ez egy jó példa arra, mivel a zsidók, a legtöbb zsidó azt mondja, egy bohar azt mondja, én tanulok a Pressburgi jesivában. Hó, ez egy ilyen... olyan, mint ma Amerikában azt mondja valaki, én tanulok Harvardi egyetemen. Hó, ez egy nagyon komoly hely. És ezért Pressburg lett a hivatalos zsidó neve a város, mert a zsidók ezt használják, és utána Pozsony, ami a nem zsidó neve a városnak. Nézzük meg, hogy nézne ki a Budapest. A válasz erre, hogy nincs olyan város, mint Budapest, az nincs. Miért nincs olyan város, mint Budapest? Mert az a válasz, mert a hivatalos zsidó iratokban, ahogy mondtam, nem változtatjuk a városnak a nevét, és ezért Buda az egy város, és Pest egy másik város. A halakában még nem egyesült a város. Most erre azt kell tudni,
hogy nem volt ilyen egyszerű a döntés, hogy most, amikor Buda és Pest egyesült, és egy város lett belőle, akkor most mi a teendő, hanem akkor volt a pesti Dayan. Dayan azt jelenti, nem a főrabi, hanem ő alrabi, helyettes rabi Dayan. Ő feltette a kérdést a Lvovi rabinak, egyébként ott is van két név, Lvov és Lemberg. Lvovi rabinak tette fel a kérdést, és más rabinak is, Ungvári rabinak is, Mannheimernek és másoknak is. És azt mondta, egyesült a város, innentől kezdve mit kell írni? Budapestet, vagy továbbra is, a másik oldalon Budán, ezen az oldalon Pesten. Például a Lvovi rabbi azt válaszolt neki, hogy ha nem muszáj, akkor ne változtassuk meg a városnak a nevét, és továbbra is ugye mondja az egyik zsidó, én Budán lakok, a másik azt mondja, én Pesten lakok, ezért nem változtatunk. Ha nem változtatunk, akkor marad Buda és Pest. Ezt válaszolt neki a Lvovi rabbi, nem változtattunk, maradjon ez, mert minek változtatni, ugye próbálunk minden ára nem változtatni. Mert ma is egyik ember azt mondja, Budán lak, a másik azt mondja, Pesten lak, csak azt kérdezi, még városban azt mondja Budapest, de Budapesten bele van Buda és Pest, akkor ez továbbra is lehet. Erre érdekes dolog ír neki a Lvovi rabbi, hogy írnak a pesti Dayant, és nem jött eszembe, aki feltette a kérdés, Eckstein, azt hiszem. És akkor azt írja az Eckstein rabinak, figyelj, nem csak akkor használjál Budat külön is, Pestet külön, amikor vállólevelet írsz, vagy akár amikor házasságlevelet, hanem ha van egy sima levelezését, írsz valakinek levelet itt Budapesten, ne írjál Budapest, hanem írjál vagy Pestet, vagy Budat. Mert akkor azt lehet mondani, hogy továbbra is nézd meg a rabbi tudja, hogy Buda és Pest két külön helyiség, és ezért lehet folytatni a hivatalos zsidó neven a városnak, hogy Pest. A mai napig így van. Hogy írjunk a városnak a nevét. Hogy írjuk a városnak a neve? Itt van nekem egy vállólevelem. Egy eredeti vállólevél. Hol van? Még megmutatom a vállalevel, ami nálam van, egy 1962-es vállalevél, Rosh Hashana előtt két hét a Rosh Hashana előtt, itt van a vállalevél. Ebben benne van, itt vagyunk Pest, és amit Pestnek is neveznek. Pest, mert németesen, jidisül Pestet mondtak, csak magyarosan mondanak Pestet. És ezért először a hivatalos zsidó neve, utána a magyar neve. Ezért először a Pest, utána Pest. Az egy másik dolog, hogy még a vállólevélben nem csak a városnak a
zsidó és nem zsidónak a nevet írják, hanem még valami, amivel lehet ráismerni, hogy ez az a város, amit keresek. Mondjuk, honnan tudom biztosan, jó, Magyarország nem olyan nagy, ahol tényleg több város van ugyanazon a nevel, de több utca ugyanazon. Valaki azt mondja, én szeretnék a Vasvári Pál utcába utazni. Erre az a kérdés, hogy Vasvári Pál utca Budapesten, vagy mit tudom én, a városon belül hol van még ilyen név. Amerikában például nagyon egyszerű, van egy olyan név, mint Jeruzsálem, Jeruzsálem. Van Jeruzsálem Texasban, és van Jeruzsálem, ha jól tudom, Pennsylvaniában. Mind a kettő az Jeruzsálem. Jeruzsálem. Akkor mit kell írni? Oda kell írni, még folyó víz mellett van. Erre Budapesten azt írják Duna, Dunáj mellett. Ez egy külön kérdés, hogy miért írják Dunáj. Erről írtam egy nagy tanulmányt, a Dunáj az a szlovák neve. A városnak. Szóval itt van a Pest, és akkor már két dolog tudtunk meg, hogy mi a zsidó neve. Első dolog úgy tudom, hogy a zsidó neve az nem Budapest, hanem külön Buda és külön Pest, de maga Pest, az nem Pest, hanem Pest, és csak második névnek oda van írva a Pest. Az a kérdés, akkor most ez a vállólevélben, házasságlevélben hogyan kell írni? Most az biztos, hogy... az biztos, hogy házasságlevélben nem kell írni Dunáj, nem kell írni valami, amivel lehet ráismerni a városra. De a kérdés, hogy Pest vagy Pest. Biztos, hogy nem Budapest. És a válasz erre az, régen, mondjuk a második világháború után Pestet írtak. Az is fontos, hogy ez mind héber betűkkel kell írni, nincsenek latin betűk. Héber betűkkel írni, Pest, az P-I-N Samach Tet. Ezt így írták a 40-es években Budapesten, a pápai rabbi itt házasodott 46-ban talán, és édesapám megnézette az házasságlevelet, és oda volt írva, hogy Pest. Ma odaírni csak Pestet, ez egy kicsit furcsa. Miért furcsa? Mert kevés zsidó, aki itt lakik a városban, itt lakik Budapesten, azt fogja mondani, hogy Pest. Jidusi légyen? Ja, ich leb in Pest. De hát hányan beszélnek itt jidisül, nem nagyon használják. Inkább, mit jelent inkább? Inkább a 99%-a az a közül, akik itt laknak, azt mondanak, hogy Pest, és eddig azt csináltam, hogy írtam mind a kettőt. Kivételes eset, írtam Pest, mert ez a hivatalos zsidó neve, de nehogy legyen furcsa, erre odaírtam Pest, amit Pestnek is neveznek. Most múlt héten voltam New Yorkban, ott átbeszéltem ezt egy rabival, egy híres nagy rabi, az én mesteremmel, egy Cimer rabival, aki Békés Csabai származású, ő azt mondta, nem, itt menj el a főnevére, inkább használja, nem a főnevére, azt, amit használják, és a kezdjek írni Pestet. Csak Pestet is kész. Ez a Pest. Mi lesz a Budával? Erre gyorsan lapozok, mert ez egy egész hosszú lista. Álljál. Buda. Erre
ki fog derülni nagyon-nagyon érdekesen, hogy több verzió van itt, de az első, ami a legjobban van elterjedve, azt úgy írják, hogy először a fő neve a városnak az nem Buda, hanem Eufen. Eufen, ami lényegében régen a német neve volt a városnak. Eufen. És az Eufen maga, gondolom én, ebben nem vagyok 100%-os biztos, de hogy németül valahogy ezt az F-et, ez valahogy nem olyan erősen ejti ki, offen, ezért inkább oven. És ezért a Héberben egy fé betűt használjunk, és nem egy, rosszul mondta, nem egy fé betűt használunk, ami offen, hanem egy vét betűt használunk, ami oven. Oven, amit Budan is neveznek. És erre kideadott Budan. Budan az a török verziója, török verziója a városnak, és abban az időben ez volt elterjedve. És akkor ezt használtuk 300 évvel ezelőtt, Offen, amit Budán is nevezik, ezt 250 évvel ezelőtt, Offen, amit Budin neveznek, van egy olyan vélemény, azt mondja, Budin, amit Offennek neveznek. Most, mikor dolgozzák ki a városnak a nevét, ahogy mondtam, nagyon alaposan kidolgozva az a válás esetében, egyszerűen kidolgozva az a házasságnak a esetében. Most, ha valaki feldolgoz egy városnak a neve, általában tanácskozik más rabikkal, és akkor lehet találni a rabinikus irodalomban nyoma ennek, abba szedtem össze a különböző korokban, hogy neveztek ezt a írták. De külön és sokkal egyszerűbben ki kell dolgozni, amikor házasságot levelet kell írni, ott is valamit be kell írni. A probléma az, hogy ennek nincs rabinikus visszhangja, rabinikus irodalomban, és ezért hiába sokkal több ember házasodott, mint amennyi vált, és ezért sokkal több házasságlevő van a világon. Igen ám, de nem tudom velük tanácskozni, milyen, hogyan akartak volna, és akkor... ez van. Akkor most beszélünk, akkor említette már a Pozsonyt, Bratislavát, Pestről is beszéltünk, Budáról is beszélt. Menjünk most a Óbudához. Annak milyen, ahogy mondtam, mi nem vonjuk össze a városokat. Óbuda az egy nagyon régi hely volt, nagyon sok zsidó ott élt. És erre kiderül, hogy Óbuda, legalább egyik vélemény szerint, az Buda, amit Offennak neveznek. Szóval van Óbuda, ami Buda, Buda van Pest, és van Buda, sima Buda. És így végig lehet menni a különböző városokban. Vegyük egy jó példát. Most. Magyarországon nem nagy kérdés, hogy hogy lett az, hogy el kell dönteni egy város nevében, mert voltak itt németek, akkor volt német nevek.
voltak itt törökek, akkor török neve, voltak itt később jöttek urakodtak a magyarok, akkor lett magyar neve, és el kell dönteni a nevek közül. De van, amit nem ennek köszönhető, például egy olyan város, aminek az a neve, hogy Szent. Szent Mihály, Szent László, se a Mihály, se a László nem egy zsidó szent volt, ezért a zsidók nem szívesen használtak azt a szentet. És ez így van, akkor már más a neve a városnak. Ahogy mondtam, Szent Mihály, sok esetben lehet a sima Mihály, de az is lehet, hogy Szemihály. Szemihályerov. Volt itt a második világháborúig élt, rosszul mondtam, a két világháború között halt meg, az volt a neve Grünfeld Simon, zseni ember volt, és ő valami Szent Mihályban volt rabbi, de természetesen nem Szent Mihályt fogunk írni, nézzük meg. Kérdés, hogy nekem megvan-e? Nem? Jó, nincs meg annak a nincs felírva, nincs, nekem nincs meg, hogy ezt a várost hogyan írtak fel, ezért nem tudom, mert az biztos szented nem, például Amerikában van Santa Monica. Santa Monica az Kaliforniában, megint a szentet, ez nem szívesen használja a zsidó, ez a kérdés, hogy hogyan kerül bele a vállólevélben, mindenképpen, mint főnév, a legfontosabb neve, a zsidó neve, az semmiképpen nem lesz a szent, mert a zsidók a szentet nem használnak, csak a zsidó szenteknek. Akkor ez már egy ilyen oka, hogy miért lenne ennek a városnak. Utána láttam itt például a Hatam Szövő, a pozsonyi rabinnál, ahogy mondtam, 1836 meg, Olasz Liszka. A get a vállólevelbe sima Liszkaként írja fel. Nyíregyházár. Nyíregyházáról nekem nincs vállólevel, de láttam egyszer egy házasságlevel, és akkor Nyíregyház. Nem Nyíregyháza, hanem Nyíregyház, mert a zsidók ezt így használtak. Nézzük meg. Várj, egyébként rosszul mondtam, mert a zsidók használja például Gross Szent Miklós, az Nagy Szent Miklós, és érdekes, hogy kiírjuk itt a szentet, ezt itt nézem, kiírják ezt a Szent Nagy Mihály, az másik kérdés. Miskolcnak nincs más neve, Munkácsnak van más neve. Munkács, amit... hogy van ez? Munkács, amit Munkácsovnak is nevezik. Aztán van a másik kérdés, a Kolozsvár. A Kolozsvár az nem a hivatalos neve a zsidó városnak. A zsidó neve a városnak az Kloisenburg, amit Kolozsvárnak is neveznek. Harmadik névként, ez már két világháború között, Trianon után, akkor Kloisenburg az a legelterjedtebb név zsidó között, utána Kolozsvár, ami második legelterjedtebb, mert csak nem régen volt a Trianon. És a harmadik, ami már terjeszkedik egyre inkább, az Cluj. Szóval Kloisenburg, amit Kolozsvárnak és Kluznak is nevezik.
ezek a városok, Hajdú Böszörmény. Erre kiderül, hogy Hajdú Böszörmény a, nem tudom pontosan miért, két névként van leírva, Hajdú Böszörmény. Debrecennek a zsidó neve az Debrecin. Debrecin, amit Debrecennek is neveznek. Nincs óriási eltérés, de mégis van eltérés. Debrecin és Debrecen. Szóval tudnám ezt még sorolni nagyon sokáig, csak mindenképpen ezt egy kicsit akartam felhozni, hogy az ember ismerjen, hogy ilyen is van, mi a zsidó neve a városnak, mindig meg kell kérdezni annak a városnak a zsidói, hogy hogyan nevezik a leginkább ezt a várost. Köszönöm a figyelmet, ez egy kis kóstoló volt a témában, egyébként azt kell tudni, hogy a vállólevélnek a megírása az egy nagyon összetett téma, sok-sok halahából áll. Itt példa volt arra, még a városnak a nevére is van halahá. Látom, hogy a Tibor azt írja, hogy Cluj Napoca. Igen, ám, de Cluj Napoca, azt hiszem, hogy ez ilyen összevont település, és ilyenkor mi nem vonjuk össze. Ugyanúgy, hogy Budapestet se vontunk össze. Na, az egy kis kóstoló volt a témának, holnap majd folytatjuk Isten segítségével a Zohát, a Kabbalának az alapművével, kedden a Chassid történeteket, szerdán a kérdezte rabbi, jöjjetek, tegyetek fel kérdéseket, csütörtökön pedig a kabbalisztikus gondolat a heti szakaszban. Viszontlátásra, köszönöm szépen!